Az NHL-ben is bajnoki címet szerző Don McAdam vette át jégkorong csapatunk utánpótlásának irányítását. A neves szakember megmutatta aranygyűrűjét, valamint arról is beszélt, hogy milyen tervei vannak klubunknál. Hosszú és eredményes pályafutása során volt játékos, edző, megfigyelő, általános menedzser és klubtulajdonos is. Pályafutása csúcsaként pedig egy Stanley Kupa aranygyűrű büszke tulajdonosa. Ő Don McAdam, aki az évtizedek során felgyűlemlett elképesztő mennyiségű szakmai tapasztalatát most annak szenteli, hogy alapjaiban újítsa meg a ferencvárosi jégkorong utánpótlást. A lenyűgöző karizmájú szakember mesélt pályafutásáról és a Fradi utánpótlásával kapcsolatos terveiről is. Egy 300 fős faluban nőttem fel, Kanada legkisebb tartományában. Nagyon hosszú telek voltak, gyerekként szinte folyamatosan jégkorongoztunk. Nyaranta néha belekóstoltunk másba is, mint a baseball vagy a futball, de mindig a jégkorong volt az első. Don McAdam felnőve hamar profi játékos lett, megjárta Európát is, majd figyelme az edzősködés felé fordult. Első csapata az egyetemén volt, miközben mesterdiplomáján dolgozott, majd hamar az NHL-ben találta magát, a Detroit Red Wings másodedzőjeként. Nem sokkal később Edmontonba szerződött, ahol az Oilers farm csapatának vezetőedzői feladatait bízták rá. A Cape Breton Oilers edzője voltam, de nem jutottunk a rájátszásba a csapattal az AHL-ben, így Edmontonba mentem segíteni a szakmai stábnak, hiszen a nagy csapat Stanley Kupa döntőt játszott a Boston ellen. 5 meccsen nyertük meg a párharcot, így a magasba emelhettük a trófeát. Szerencsés vagyok, hiszen én is aranygyűrűsnek mondhatom magam. Itt álljunk is meg egy pillanatra, hiszen az NHL-ben diadalmaskodni világszinten a sportág csúcsát jelenti. Akinek ez sikerül, örökre beírja magát a jégkorong legnagyobbjai közé. Ennek a hatalmas sikernek állít emléket a különleges aranygyűrű is, amiből minden bajnoknak készítenek egyet. This is the last one that Edmonton won, that it was the fifth. Ez az Edmonton történetének eddigi utolsó bajnoki címe volt, összesen viszont az ötödik, ezt jelképezik a gyűrű egyik oldalán a gyémánt berakások, az oldalán pedig látható a Stanley Kupa is. A másik oldalon a nevem látható és a csapat címere, valamint a győzelem éve. Ez egy nagyon különleges dolog az életemben, nem is szoktam minden nap viselni, ritkán mutatom meg, elsősorban a fiataloknak, hogy motiváljam őket. Don McAdam később dolgozott Japánban, majd egy tengeren túli csapatnak volt résztulajdonosa és általános igazgatója. Itt széleskörű tapasztalatokat szerzett arról, hogyan kell az alapjaitól, az utánpótlástól a felnőttekig felépíteni egy jól működő jégkorong csapatot. Később ezt Európában kamatoztatta edzőként és az Osztrák Liga szaktanácsadójaként. Érdekes a szemléletbeli különbség. Európában a klub fogalmán van a fő hangsúly, míg a tengeren túlon a csapatén. Mindkét rendszernek megvannak a maga előnyei. A legnagyobb különbség talán az, hogy Észak-Amerikában sokkal szélesebb a bázis, sokkal szervezettebb az alacsony osztályú és az utánpótlás jégkorong. Ez az a bázis, amit feladatomnak és célomnak tartok felépíteni itt a Ferencvárosnál. A sikeres csapat olyan, mint egy piramis, annak pedig széles talpa kell, hogy legyen rengeteg fiatal játékossal. Természetesen nem minden gyerekből lesz profi, de megszeretik a játékot és a sportot, és ez nekik is előnyükre válik majd. A Fradival a felnőtt csapat vezetőedzőjén Fodor Szabolcson keresztül kapcsolatba kerülő Don McAdam hatalmas lelkesedéssel vágott a munkába. Ahogy meséli, már most imádja Budapestet és az embereket, és persze a kihívást, ami a Fradi utánpótlásában vár rá. Úgy látom, sokat kell fejlődni, újra kell gondolni az egész utánpótlás szerkezetét és a vezetői, az edzői feladatokat. Erre koncentrálok elsősorban, az edzőket kell egységes, jó szintre hozni, hogy minden korosztálynál minőségi legyen a munka a jégen, és azon kívül egyaránt. De ennek megvan az alapja, a jég remek, az edzők hétről hétre jobbak, szóval abszolút pozitív eddig minden. A Fradi nagyon érdekes helyzetben van, van egy fantasztikus felnőtt csapat a piramis csúcsán, egy remek edzővel, akinek imádom a stílusát, azt, ahogy felépíti a csapatát. Remek példa a fiatal korosztályok előtt. Ez alá kell felépítenünk a széles bázist. Jelenleg egy vegyes U8, U10-es csapatunk van, nagyon fontos, hogy rengeteg gyerek jöjjön ide, és kiszélesítsük ezt a korosztályt külön csapatokkal. Legkésőbb egy éven belül minden korosztályban szeretnék két csapatot látni, utána jöhet a finom hangolás, a részletek, hogy aki innen kikerül, a legmagasabb szinten tudjon jégkorongozni. Our focus is going to be on skill development, the basic skills and making sure our players have all the fundamentals of the game so they can play at a high level. Don McAdam filozófiája a munka.
Nem számít egy játékos mennyire tehetséges az elején, hiszen ahogy mondja, generációként egy-két olyan ős tehetség van, aki komoly munka nélkül is magas szintre juthat. A lényeg, hogy mindenki minőségi szakmai munkát kapjon, ezzel pedig a lehetőséget, hogy jó játékos váljon belőle. Nos, ha egy Stanley Kupa győztes szakember mondja, neki elhihetjük.